ellenőriztük a közös erővel a próbatételet a Dunai árvizet. Sok-sok gondolat, feladat merült fel, amit szeretnék megosztani önökkel. Eljutatni azoknak a fontos, felelős embereknek, akiknek ez a dolguk, hogy mentsük meg értékeinket. Az országunk vezetése fel is tárta már, nem is olyan rég, hogy víz nagy hatalom vagyunk. Ezért haszontalannak találom, hogy így megy el a víz, és nem fordjuk hasznunkra. Mentsük meg a halat. Ha van víz, van magyar hal. Van turizmus. Arról nem beszélem, külön szakma, hogy ebből lehet áramot is fejleszteni. És mentsük meg, amit lehet. Vegyük fel a harcot a természettel. Ha már elrontottunk valamit, még mentsük meg, ha lehet. Összefogásból most a mai demokratikus világban, a szabad világban, szabad akaratukból és nem erőszakkal óriási eredményeket lehetne megtenni. Óriási. Nem egy emberrel beszéltem. A saját gépeit küldeni a munkába. Nem kérne érte pénzt. Mert a közösség ereje nem csak két kezünkkel van, hanem eszünkkel és az eszközeinkkel. Ha van eszköz, van akarat, van összefogás, van eredmény. Engedjék meg, hogy alkossunk. Ezt az energiát, hogy őrült mennyiségű milliárdokat költünk ki azokra a gátakra, ami szét kell szednünk. Próbáljuk meg, mert elkerülhetetlen. De le tudnánk csökkenteni a 9 méteres Dunai csúcsot, akár 50-60 centire is. És közben hasznosítanánk. Szeretném, hogyha, és kívánom azt, és kérem a Jóistent, hogy a szakemberek, a felelős vezetőink legyenek szívesek, tekintsenek be, és nyissanak gyorsan utat a szakszerűség jogi rendszere keresztül, hogy az összefogást erejét ne engedjük szét. Mai 20 évesek, bár a többiek is, idősebbek, korhatár nélkül. Az, hogy lepattantak a bicikliről és 150 köbméter homokot, 5 órát zsákoltak be az emberek a Rozmari környezetében, ez csak csepp a tengerbe. Több száz helyen, több ezer ember, több helyen, 800 kilométeren védekeztünk. Próbáljuk megoldani azt, hogy ez az erő, ami most összehozza a magyarok embereket, és a, nem is magyar, nem csak a magyarok, az embereket. Ezt azt kérem, hogy ne engedjük el. Legyünk együtt, legyenek szakirányítóink, és legyenek gyors döntések, és cselekedjünk. Emberi kézzel, gépekkel, nem kerül pénzbe, csak döntést kell hozni. A döntést hozzuk meg, és hasznosítsuk a Dunát, a vizet. Ha már ki lehet mondva, hogy víz nagy hatalom vagyunk, azt tartsuk is be. Ezt szeretném, ezért mondtam el, és próbáljunk cselekedni. Én cselekszem kicsiben, de kérem az ország vezetőit, hogy cselekedjünk nagyba, hiszen önök a felelősök. Önök tudnak dönteni úgy, hogy az erő együtt maradjon, hiszen elkezdődött. Elkezdődött az új, és felfrissült, felfiatalodott Magyarország. Kérem, mentsük meg a Dunát, értékesítsük azokat.